Jó estét kívánok, köszöntöm a Regina Televízió nézőit. Mai magazin műsorunkban három témát dolgozunk fel. Beszámolunk a házasság hete rendezvényeiről, hiszen tudják, Veszprémben is elkezdődött, méghozzá február 7-én és 14-éig tart. Ennek részleteiről hamarosan elmondjuk a legfontosabb információkat. Előtte beszámolunk arról, hogy Litér és Balatonfüred között megújul a 7,5 km hosszúságú útszakasz, több mint 20 milliárd forint a felújítás értéke. Mindenek előtt azonban meghívjuk kedves nézőinket Őskőre, ahol egy újabb 4 milliárd forintos beruházás indult el. A következő percekben az alapkör letételre hívjuk nézőinket. Őskőnek egy hosszú távú koncepciója van, és tényleg polgármester úrral már az első találkozásunkkor arról beszéltünk, hogy Őskő milyen irányba tudna fejlődni, és a rengeteg gazdasági potenciál van ebbe a településbe, és az első fecskék már meg is jelentek a településen, és annak különösen örülök, hogy a fenntarthatóság jegyében jelentek meg, hiszen a magyar villamosműveknek már az Őskő ipari parkban már van egy napelem parkjuk, és ma pedig a térség egyik legnagyobb beruházása indulhat el, hiszen ez egy közel 4 milliárdos fejlesztés indul el a mai nappal itt Őskőn. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kis településnek az, hogy ilyen gazdasági szereplők vannak, ez egy kiemelkedő dolog, és tényleg nagyon nagy lehetőség is. Én azt gondolom, hogy ahogy eddig is ért Őskő önkormányzata ezekkel a lehetőségekkel, a jövőben is fog élni, és azt gondolom, hogy sok vállalkozás fogja helyének választani Őskő települését. Képviselő úrhoz igen sok település tartozik a térségben, hogyha egy jelentkező megkeresi önt, és azt mondja, hogy jönnék ide egy gazdasági vállalkozással, akkor mi alapján lehet eldönteni, hogy kinek segítsen, mert hát mindenki várja a segítséget. Hát először is kell egy ipari területtel rendelkezni, tehát azért a 25 település közül nagyon sok olyan település létezik, amiknek kifejezett ipari parkja nincsen. Ilyen ipari parkkal a választókörzetemben Veszprém, Őskő, Tés, Csetény, Herend, hogyha nagyobbakat mondjam, rendelkezik. Tehát nem mindenki alkalmas arra, hogy nagy vállalkozókat fogadjon. Őskő egy olyan település, amely felkészült erre, és ahogy mondom, a hosszú távú terveibe is benne volt az, hogy tényleg egy vállalkozó barát önkormányzat szeretne lenni, és ma is láthatjuk azt, hogy ezen a közel 40 hektáros területen, egy gyönyörű környezetben egy olyan fejlesztés fog elindulni, amely a természettel összhangban van. Szerintem gyártsunk egy mondást, ami úgy hangozhat, hogy Őskő ne fújjon a szél, hanem süssön a nap, mert ez itt igen fontos dolog. A beruházás ez nap nélkül nem működik, úgyhogy igen. Még 2 évvel ezelőtt létesült a 8-as út túloldalán, a déli oldalon a Magyar Villamosműveknek egy napelemparkja, és ugye ma egy olyan alapkőletételen vagyunk, ami annak a naperőműnek a 10-szerese, tehát egy igen jelentős fejlődésnek lehetünk majd számtanulni. Polgármester úr, minek köszönhető, hogy ez a település ennyire népszerű? Én azt gondolom, hogy a befektetett munka, ami az elmúlt 5-6 év eredménye, az most kezd beérni. Másrészt pedig ugye a piaci szereplők észrevették, hogy itt van egy olyan terület, egy olyan jó adottságú település, ami közlekedés szempontjából azt gondolom, hogy elsőrendű, és egyre inkább érdeklődnek az itteni lehetőségekről. Gondolom, hogy ez a településnek mindenféle szempontból fontos. Persze, nagyon fontos. Ez a mostani beruházás, ahogy elnök úr elmondta, 4 főnek fog majd állandó munkát adni, a településnek pedig jelentős adóbevételt fog biztosítani. És hát, ahogy polgármester úr, meg a képviselőtestületet ismerem, itt nem áll meg az élet, megy tovább. Nem, ez egy lépés volt ismét, a többi az még előttünk áll. Az ipari területnek a fejlesztése, amiről már többször beszélgettünk, most is folyamatban van, befektetőkkel napi szinten tárgyalunk. Ugye minden nap élet az elég nehéz itt a vírus miatt, de azért folyik a munka, gondolom dolgoznak, és hát mindenki reménykedik, hogy jó év lesz.
Én azt gondolom, hogy mindenki pozitívan áll az előttünk álló évhez, és tényleg bízunk benne, hogy ez a munka nem fog megállni, hanem egyre inkább erősödni fog. Nagyon szép helyen vagyunk, és hogyha néhány hónap múlva jövünk, akkor itt egészen más lesz, és a fű eltűnik. Nem fog eltűnni a fű, azt meg fogjuk tartani, tehát azért igyekszünk megvenni a környezetünket. Cölöpözéses technológiával, tehát fúrásos technológiával fogjuk itt a napelem parkunkat rögzíteni. Itt lesz egy gyönyörű szép 10 megawattos napelem park, és hát a fű azért is kell, egyrészt magától is nőne, de a birkákat, akik továbbra is itt fogunk tartani a területen, ugye valami letetni kell, a birkák fognak segíteni majd továbbra is karban tartatni a növényzetet. De ez nem fog bezavarni egyébként technikailag? Nem, a birka meg a napelem ragyogóan megférnek egymás mellett. Ugye olyan magasan helyezzük el magát a napelem táblákat, a modul asztalokat. Egy fekvő négysoros elrendezésben lesznek az asztalok, és akkor az alja az körülbelül olyan 60-80 centi magasságban van, a teteje meg ilyen 3 méteres magasságban, tehát a birkák a sorok között, meg az asztalok alatt minden tovább át tudnak bújni, és nem másznak föl, nem rágják meg. Úgyhogy ragyogon működik. Maga a beruházás az közel 4 milliárd forint lesz, és a 10 megawatt az pedig egy akkora kapacitás, hogy 5500 családnak látja el teljes egészében a villamos energia ellátását egész évben, illetve az elkövetkező 25 éven keresztül a tervezett üdemidőben. Természetesen ténylegesen a közcélú hálózathoz csatlakozunk, a Várpalota dél állomáson, ami mintegy 5 kilométerre található innen. Tehát ma inkább Várpalotának a lakosságát fogja közvetlenül érinteni ez a villamos energia mennyiség, de ez nincsen dedikálva, tehát senki nem fogja érezni. Mi hivatalosan a Mavirnak adjuk el a villamos energiát, tehát amikor elkezdtünk termelni, akkor a Mavir a KÁT átviteli rendszerben, ami mi 2016-ban szűnt meg, annak a keretében értékesítjük a villamos energiát. Ugye ebben az országban igen sok szép terület van. Miért pont Őskő, és hogy találták meg? Nagyon hosszas kutató munka előzményezte azt, hogy ezt a területet tudtuk kiválasztani. Így nagyon nehéz Magyarországon egy napelemes erőmet megvalósítani. Ez is jól példázza, hogy közel 4 évig tartott az előkészület ennek a beruházásnak. Maga az építés az mindössze 2-3 hónapot fog igénybe venni, és a tervezés engedélyeztetés ennyi volt. Tehát azok az erőművek, amiket mi eddig Magyarországon terveztünk és engedélyeztettünk, azok mind-mind nagyon hosszas előkészítés alapján készültek el. Mindig meg kell találnunk azt a csatlakozási pontot, ahol a közcélú hálózathoz hozzá tudunk csatlakozni, és bevallom, a föld ehhez képest másodlagos, mindig a csatlakozási ponttal van a probléma. Földterületre rendelgetek áll rendelkezésre. Ma már egyre több az ilyen jellegű beruházás, ez minek köszönhető? Ez egyrészt annak, hogy a kormányzat ma már támogatja annak a villamos energiatermelésnek a módját. Talán sokan emlékeznek rá, hogy még egy fél évtizeddel ezelőtt nem mindig süt a nap és nem mindig fúj a szél volt az irányadó, de ma már szerencsére a kormánynak a programjában is szerepel, hogy a napelemes erőművekkel kívánja az ország megvalósítani a villamos energia ellátását 50%-ból, másik 50%-ból pedig a paksi atomerőműből. Kormányprogram szerint 2030-ig 7000 megawattnyi napelemes kapacitást tervezünk kiépíteni. Egyébként 2000 megawattnál tartunk már múlt év végén, tehát már elég jól tartunk vele. Óriási előnye ennek a napelemes hálózatnak, tehát akkor, amikor egy-egy ilyen kevésbé jól hasznosítható területet alkalmazunk a napelemes erőveknek, akkor egy sokkal értékesebb lesz. Ez egy nagyon olcsó, alacsony aranykor értékű terület. Igazából semmilyen mezőgazdasági termelésre nem alkalmas, viszont ebből ilyenből rengeteg van az országban. És a napelemeknek az óriási előnye, egy decentralizált hálózatot hoznak létre, tehát nem nagy körvezetékkel, meg távoli vezetékhálózaton vezetjük el a villamos energiát az ország különböző pontjaiba, hanem mindig a felhasználás helyéhez közel termeljük meg. Ez annak az a jelentősége, sokkal olcsóbban tudunk termelni. A legolcsóbb villamos energiatermelés ma már a napelemes termelés. Nem véletlen, hogy 95%-ban már az Európai Unióban csak megújuló energia alapú beruházások vannak, semmilyen más villamos energiatermelő beruházás nincsen, és itt a felhasználás helyén közvetlenül felhasználják a felhasználók, ezáltal nincsen veszteség. Tehát nincs a vezetéken akkora veszteség, mint mondjuk a Paksi atomerőművből elviszünk Mátészalkára villamos energiát, ugye az ország túlsó végében. Ugye most reggel van, és már süt a nap, tehát kimondott a jó hely. Azt is láttuk az ünnepi eseményen, hogy milyen szép fekete föld van, de azt hallom, hogy alatta viszont eléggé sziklás. Bizony, sajnos rendkívül sziklás, nagy kőtömbök vannak, már úgy, hogy felszín közelében
ugyanis ez talán az urna elhelyezésen is látszódott, hogy bizony nem tudták a kollégák csak kültörő segítségével kimíteni a magát a gödröt. Éppen ezért ide nem tudunk csak simán cölöpözéssel, hanem ide fúrásos technológiával kell majd berakunk a cölöpöket, ez jelentősen megnöveli a beruházási költséget.